Egy éjszakás kaland, hogy minél több kulturális élmény szülessen. Így szólt a Jus András Múzeum mottója, s a nő érzékiség szexualitás témája köré építette programjait. Keresd a nőt, indította megnyitó köszöntőjét dr. Rémiás Tibor, az intézmény igazgatója. A nőt általában kell keresni, a programok, a kiállítások erre épülnek. Most a múzeumok éjszakájára 5 új kiállítással szeretnénk kedveskedni az ide látogatóknak. Egyetlen egy kiállítás augusztus közepéig maradna, az összes többi az pedig egészen november végéig látogatható. Tehát kérem, hogy akik látták ezeket a kiállításokat és programokat, és tetszett, adják tovább. Rendeztek kiállítást a Kállai család híres nőtagjairól. Egy merész társadalom történeti bemutatót az első világháború idejének női ideájairól. Megjelennek a képregények híres hősnői a Macskanőtől a Wonder Womanig, és egy nem szokványos képzőművészeti tárlatot kínálnak a Hadron Művészeti Egyesület nőtagjai, kiket ugyancsak a téma ihletett. Aztán pikáns viccekkel is találkozhatnak egy interaktív, hanggal illusztrált anyagban. A múzeumi hosszú éjszakán itt volt az Eszterlánc mesezenekar, a Hard Jazz Band és a Magashegyi Underground, a képregényes Tondora Judit és Kertész Sándor, Juhász Ágnes jógaoktató és kolléganői a védősátorban, aztán Árvai Nóra pszichológus. A múzeum udvarán felállított színpadon lépett fel a Duma színházas Jankulovics Péter, és itt tartotta a Libikóka című pódiumest ősbemutatóját Grecsú Krisztián és Rutka Róbert. Dr. Órik Attila, Nyíregyháza kulturális alpolgármestere köszöntőjében utalt azokra az értékekre, melyek fellelhetők a Jus András Múzeumban. A 17. századi új fehértói, aranykincsek, rengeteg ezüstpénz, régészeti lelet, irodalmi, illetve néprajzi tárgy, a katonai és huszárhagyományok dokumentumai, valamint a 10-nél is több állandó kiállítás. Lényegében a múzeum egy nagy értéktár, egy nagy értékmegőrző szerepet visz azóta, hogy kitalálták ezt a 19. század elején, és reméljük ez meg is marad, ez a funkció, ez a hármas funkció, amit betölt, mert erre azt gondolom, hogy a mai világban, meg még az elkövetkezőben biztos, hogy nagyon nagy szükségünk lesz. A helyhez kötés, az identitás fontos eleme a kulturális értékek őrzése, azok népszerűsítése. El kell érni az emberek inger küszöbét, véli Órik Attila, és egy ilyen tarka, értékes éjszaka újabb látogatókat, sőt múzeumbarátokat állít az intézmény köré.